Tartogatok egy olyan dolgot, ami nem más, mint ez. Ezt tudjátok, hogy mit segít elő a szervezetemben? Az, hogy ne kelljen kaksoljak. Meghalunk! Sikerült elvégeznem live-ban az első dolgomat. Megfordultam, hogy ne az út felé nézzen az autó. Kinyitottam az ajtót. Kiléptem ide. Elég rossz a szakasz, és folyamatosan szerpentineken jövünk, de ez a hely szinte leírhatatlan, hogy mennyire szép. Igaz, hogy ember által készített építmények is vannak, de itt úgy érzem, hogy még mindig a természet az úr. Gyönyörű szépek a tájak. Ráadásul Klemi kiszállt az autóból, és egyedül hagyott engem elmélkedni. Ilyen helyzetekben gyakran unatkozom, Klemi is elment, és ilyenkor a telefonomat szoktam nyomogatni, olyant, ami elűzi az unalmamat, mint például a Matchmasters. Lehetővé tette nekem azt, hogy kisorsoljak közöttetek 2x20 000 forintot, meg azt, hogy eljöhessek egy ilyen gyönyörű szép helyre. Ezt a játékot egyszerűen letöltöd a telefonodra, kiválasztod a legmegfelelőbb játékmódot, amin szeretnél játszani, és a több mint 10 millió játékos közül játszhatsz akárkivel, még talán velem is. Ha elérsz egy olyan szintre, amilyenen akár én vagyok, akkor tudsz csatlakozni eseményekhez, meg tudsz ezekkel nyerni sokféle ajándékot, meg jutalmat. Ki tudod velük tölteni a matrica gyűjteményedet is, és ezekért is kapsz ajándékokat. Kedvencem, hogy privát játékokat is tudsz játszani a saját barátaid ellen, akiket felveszel a 10 millió játékos közül, ami biztos, hogy elűzi az unalmadat, és izgalmas is lehet számodra. Gyere, játszodjunk egyet, Klemi! Fogom használni a detonátort és a mini mastermindot, és remélem ezek elő fogják segíteni azt, hogy leverjem Klemit. Én vagyok a disznó! El Magnetót hoztam a játékba! Nem ismerem ezt a módot, de szerintem el foglak verni. Már is gyűjtöttem 3 csillagot Klemi ellen. Hát idáig 58-23. Lejárt, azt hiszem az én köröm. Én nyertem! És most, ha felhasználjátok a QR kódot, amit a képernyő közepére kitettem, akkor kaptok egy starter csomagot, a Pinyata Package-et, ami ezeket a dolgokat tartalmazza. És hogyha szeretnétek ezzel a játékkal játszani, ott a link a leírásban. Na de térjünk is vissza a videóhoz. Azt, ahogy víz hangzik. Wow. Menjünk haza. Mi félsz? Igen. Úgy döntöttem, még egyszer bejelentkezek, mielőtt még odaérnénk a célhoz. Még van 55 kilométer addig. Már a kocsiban ülök 6 óra és 10 perce. Ami elég sok. Mivel hogy az elején mondtam, hogy úgy fogom ezt a videót csinálni, hogy idáig kiléphetek, csak a földet nem érheti a lábam, ezért ezt meg szeretném mutatni nektek. Elérkeztünk még egy víztározóhoz. Lassan ott vagyunk. Én még mindig az autóban egész nap vezettem. Jó, baszki. Jönnek szembe, fog meg a kamerát. Bocs, tesó, nem tudtam, hogy erre is lehet menni. És ameddig ez az autó elmegy mellettem, addig el szeretném mondani, hogy ha nem láttad az első részt, és benne szeretnél lenni a sorsolásban, akkor kattints a jobb felső sarokba, és nézd meg az első videót, hogy mik a követelmények, akkor már, hogyha itt tartunk, fel is iratkozhatsz a csatornára, onnantól pedig neked is lehet esélyed, hogy megnyerd a nyereményjáték. Körülbelül ez az autó az egyetlen az utóbbi fél órában, amit láttam. Szóval egy elég elhagyatott helyre megyünk. Mit szólsz hozzá? Az, hogy éhes vagyok. Hamarosan ebből egy darabot be fogok venni. Még csak gondolatba se kelljen vegyem azt, hogy vécéznem kell. Mert annak tragikus eredménye lenne. Ki kéne szarjak az ablakon. Menjünk is tovább szerintem. Itt vagyunk az utolsó 20 kilométeren, és sajnos úgy néz ki, hogy az utunk le van zárva. Több mint valószínű, hogy még hó van fent, vagy jeges az út. Elméleti szinten ez az útszakasz 6. hónap 20-áig zárva van. Szóval nem tudom, hogy mi legyen. Jöttünk
az eltérő óta még egy pár kilométert, de nem szeretnénk tovább kockáztatni, mert már itt is az út szélén egy-egyes fél méteres hó volt, ez is, ahogy felfelé haladunk, csak egyre nagyobb lett volna. Tehát több mint valószínű, hogy ezért volt lezárva az út, ilyenkor pedig nem szabad kockáztatni. Úgy érzem, hogy nem érné meg ezt most megcsinálni, és eljöttünk körülbelül a semmiért 400 kilométert. Sajnos más helyet kell válasszunk arra, hogy aludjunk. Ennyire creepy helyen nem jártam. Egyetlen egy autó sincs erre, és... Jézusom. Nagyon durva. Úgy döntöttünk, hogy keresünk egy jobb alvóhelyet. Én erdő között, ha autó, ha nem autó, én nem fogok aludni. Én már el is képzeltem, hogy meggyilkolnak minket. 7 órája és egy kicsi ideje ülök az autóban, de még egy kis vezetés vár rám. Már én is egy kicsit el vagyok fáradva. Javassuk addig, ameddig olyan helyet nem kapunk, ahol lehet pihenni. Emiatt még 91 kilométert vezettem le, elég fárasztó volt, de legalább egy olyan helyre értünk el, ahol laknak emberek, és nem a pusztán vagy egy erdő közepén van. Egy kisebb város volt a cél. Hát emberek, úgy érzem, hogy elég volt a mai vezetésből. Jelenleg 23 óra 27 perc van. Lassan 9 órája ülök az autóban. Ebből egy darab elfogyott. Fekszünk le, és alszunk, mert én már nagyon el vagyok fáradva. Reggel találkozunk. Hát jó reggelt emberek, megébredtünk. Jelenleg 10 óra van. Egész jól aludtam, ahhoz képest, hogyha oldalra fordultam, vagy hasra, akkor nagyon rosszul, mert egyből elzsibbadt mindenem. De ezen is lehet azért aludni, ilyen kis hellőzsákukba. Jelenleg azt se tudjuk, hogy hol vagyunk, csak kerestünk tegnap éjjel egy jó spotot. Idáig még a szabályt nem szektem meg, szóval challenge-ben vagyok. Május 16, 10 óra, 3 perc. Hát én nagyon sajnálom, hogy nem sikerült felmennünk oda, mert az most reggel gyönyörű szép látvány lett volna. Most már egyre jobban fel vagyok hájpolódva attól, hogy ez a challenge sikerülhet. Na de lassan indulunk is. Megálltunk egyet enni és elvégezni a dolgunkat. Jelenleg úgy állunk, hogy van még 170 km hazáig. Azt szerintem már easy-be meg lesz. Nem érzem úgy, hogy fel kéne adjon, vagy nem tudom megcsinálni. Nice. Közben a reggeli óta mentünk 150 kilométert, és még egy utolsó bejelentkezésre megálltunk. Még van jelenleg 30 kilométerünk, hogy hazaérjünk. 14 óra 1 perc, ami azt jelenti, hogy még van 39 percem az autóban. Ez pedig egyfolytában eszi az agysejtjeimet. Nem nyilatkozol erre? Kussolj el, mert esküszöm, hogy leütlek. Leütöm a kamerát. Hazaértünk, és úgy néztem, hogy az idő is letelt. Ami azt jelenti, hogy hivatalosan is kiléphetek végre a földre. Wow. És teljesítettem a challenge-et. Végre szilárd talajon. Mi van a fél? Ezzel zárnám is a videót, nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek, ne felejtsétek el a Matchmasters, ott van a link a leírásban, hogyha gondoljátok, töltsétek le, játszatok együtt barátaitokkal. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!